Kozma Gergővel beszélgetek így a Sopron elleni meccs előtt egy nappal, de hát azért vissza kell tekintenünk egy picit a szerdára is. Gergő, te most mint csapatvezető és nem játékos, talán egy kicsit lehet, hogy nehezebben élted meg, mint a többiek ott a padon azt, amikor egy nagyon jó kezdés után egyre inkább nem ment a játék. Hogy élted meg ezt kívülről? Kicsit most legalább érzem én is, hogy ilyen szurkolóknak, és nem csak ott a kis padon, hanem most ott ugye üresek a lelátók, és hát szerintem nagyon sokat segített volna például szerdán is, hogyha itt vannak velünk a szurkolók. Azért nem mindegy, hogy egy csapat, most itt az elején ugye elhúztunk, nagyon jól kezdtük, 15 múlva talán nekünk, hogyha ott még egy kicsi lendületet adnak nekünk a szurkolók, talán kicsit ki tudjuk nyomni azt a periódust, hogy a szegediek nem dobtak 7 percig pontot. Hogyha itt vannak a szurkolóink, lehet, hogy ezt ki tudjuk tolni egy kicsit még jobban, megegyük vissza őket a fél idő előtt, megrángasul itt a végén ugye, hogyha már egyszer visszajöttek a meccsbe, hogyha a végén úgy megyünk bele a végjátékba, hogy nekünk szurkolnak és érezzük azt, hogy oké, nem csak öten vagyunk, hanem itt vannak a szurkolók is, és mindenki velünk van. Teljesen más meccs lehetett volna. Sajnos így alakult, Ivánnak egy nagyon extra napja volt ez. 8 triplát dobni nem semmi. Úgyhogy, hát sajnos így alakult, most figyelni kell a Sopronra. Fiúk felkészültek belőlük, úgyhogy holnap lehet javítani. Közhelyszerű, de azt szokták mondani, hogy minden fejben dől el. Te, mint játékos, ezt nyilván tudod, hogy minden meccsnek más a lélektana. Mi bekezdtünk most nagyon jól, viszont ugye, ahogy Szrecskó Szekulovics is mondta sajtótájékoztatón, hogy egy csapat, amelyik fel tud zárkozni ilyen mély állapotból, vagy mély helyzetből, akkor már lehet, hogy nála van a mentális plusz. És látszott az, hogy a legrutinosabb játékosaink a tiszta zicsereket kihagyták. Tehát lehet, hogy fejben akár az, hogy az ellenfél feljött, hogy van egy ilyen egyéni extra, mint amit mondtál Keller Ivánnál, ez mentálisan olyan erővel hat, hogy esetleg még a tiszta zicsert is kihagyjuk? Hát lehet. Tehát most éppen így hatott ránk. Kicsit talán elizgultuk a végét. Elkapkodtuk inkább, azt mondanám, nem elizgultuk. Lehetett volna máshogy is. De mondom, sajnos ez így alakult ez a meccs, hogy most tovább kell menni. Olyan sűrűn vannak most végre a meccsek, végre elkezdődött rendesen a szezon. Úgyhogy most már szombaton van esélye javítani. Mi vereséggel vagyunk bele a meccsbe. Soproniak most megverték a Kaposvárt. De el kell mutatni, hogy vagyunk a jobbak hazai pályán. Még annyit mondjunk, azért a Sopronban is van egy-két olyan játékos, aki alkalmas kiemelkedő egyéni teljesítményre, akár mondjuk Thompson mondom, aki be tud találni távolról, ha ő is elkapja a ritmus, de hát lehetne még sorolni a neveket, új irányítójuk van, amióta egységesebb a csapatjátékuk, tehát nem lesz könnyű, de mire számítasz, összekapják magukat a fiúk? Mi zajlik ilyenkor az öltözőben a fejekben szerintem? Mindenképp, szerintem főleg így, hogy megint hazai pályán tudunk játszani. Szerintem meg akarják mutatni, hogy haló, hát azért ez körben itt nem olyan egyszerű nyerni. Úgyhogy szerintem egy nagyon küzdős meccs lesz, az biztos. Remélem, hogy mindenki egy csapatban mindenki egészséges lesz, és akkor most végre a tévében is láthatják a szurkolók a csapatot újra. Úgyhogy szerintem egy nagyon küzdős, nagyon hajtós meccs lesz, és remélem, hogy nyerni tudunk.